ahol több a bevándorló, több a nemi erőszak. Erről beszélt Tusnádfürdőn a miniszterelnök. Svédországot hozta példaként, amely a második az ezzel foglalkozó statisztikákban. Tényleg ennyire veszélyes hely lenne Észak-Európa? Hatházi Fanni utána járt, hogy mi van a számok hátterében. Az ENSZ, nem a magyar kormány, hanem az Egyesült Nemzetek Szervezetének statisztikája szerint a nemi erőszakok száma tekintetében Svédország világviszonylatban második helyen áll a dél-afrikai Lesotho után. Ezt mondta Orbán Viktor a múlt hétvégi tusványosi beszédében. A miniszterelnök ezzel érvelt a bevándorlók befogadása ellen. Szerinte Svédországban a migránsok számának emelkedése miatt vált gyakoribbá a nemi erőszak. Valójában az első helyen a 2011-es adatok szerint Botswana áll. Leszotóból 2009 óta nem érkezett adat. Viszont az ENSZ jelentésében egy sorra lejjebb van, mint Botswana. A valós statisztikák szerint Botswanában 100 000 lakosra jut 88,6 erőszak, míg Svédországban ez a szám 69,2. A sorban Saint Vincent és a Grenadin szigetek, Costa Rica és Guyana következnek. Eszerint persze gondolhatnánk azt, hogy Svédország tényleg a második legveszélyesebb ország a nők számára, azonban a statisztikákat nem csak olvasni, értelmezni is kell. Figyelembe kell venni a különböző jogi rendszereket és az adatgyűjtés módszertanát is, ahogyan erre a jelentés is figyelmeztet. Svédország esetében például egészen más a jogi környezet. A svéd statisztikai nyilvántartásban például az is hozzájárul a magasabb esetszámhoz, hogy ha összehasonlítjuk mondjuk a magyar rendszerre, Magyarországon, hogyha egy este valakit hárman vagy négyen is megerőszakolnak, az egy ügynek számít, mert egy áldozat van, vagy egy cselekménycsoportba sorolják. Svédországban ez azonban annyi ügy, ahányan erőszakot tettek egy nőn. Magyarországon ráadásul a svédhez képest jóval szűkebb a nemi erőszak fogalma, és sokkal kisebb a feljelentési hajlandóság is. Azt mondják, jó, ha 100 megtörtént esetből egyben indul eljárás. Az EN statisztikába pedig mindössze ez az egy eset kerül bele. Magyarország igazából irigyelnie kellene Svédországot, ezért az adatért nem pedig lenéznie, hiszen sokkal inkább beszél ez az adat arról, hogy az áldozatok sokkal több támogatást kapnak, sokkal kevésbé kell, hogy szégyeljék magukat, sokkal inkább bíznak a büntetőeljárásban. Itthon viszont sokan félnek. Leginkább a megszégyenítéstől, ezért inkább titkolóznak. Miközben az emberek jelentős része azt gondolja, hogy a szexuális erőszak az emberülés után a második legsúlyosabb bűncselekmény, és ennek büntetését kéne leginkább súlyosítani, aközben, ha arra kérdezünk rá, hogy mit gondol, hogy a megerőszakolt nő tehet-e arról maga is, ami vele történt, akkor bizony nagyon sokan gondolják úgy, hogy igen, tehet róla. Ennek ellenére az is igaz, hogy Svédországban a 70-es évek óta a szám szerint egyre több nemi erőszakot követnek el. De hogy ez miért van így, arra nincs egyértelmű magyarázat. Svédországban ugyanúgy nem rögzítik az elkövetők etnikai hovatartozását, ahogy ez Magyarországon is szenzitív érzékeny adatnak számít, tehát erről hivatalos felmérések, kutatások nincsenek. Viták folynak arról valóban, hogy ez az etnikai bevándorlás, a migráció az összefüggésbe hozható ezzel, vagy sem. Szakértőink egyetértenek abban, hogy a mindenkori politika előszeretettel érvel a kriminál statisztikai adatokkal. Csak hogy ezek a számok egy-két éves összevetésben nem feltétlenül értelmezhetőek, évtizedes távlatban alkalmasak csak valódi tendenciák kimutatására. Hatházi Fanni, 7/24.